Hubay Imre Csabától, a NAK megyei elnökétől, az őszi betakarításról és a most zajló munkákról is beszélgettünk. Mint gazdatársaim magas szinten, jó hozzáállással és többé-kevésbé sikeresen művelnek annak ellenére, hogy a körülményeink nehezebbek az átlagnál, mondta a szakember, aki szerint a gazdák felkészülten megfelelő tapasztalatokkal és gépparkkal rendelkeznek, hogy versenyképesen tudjanak dolgozni. Karcagváros közigazgatási területe 36 ezer hektár, egy nagyon jelentős terület, és a gazdatársaim ezt a gazdasági területet művelik, igen magas szinten, jó hozzáállással, és többé-kevésbé sikeresen. Annak ellenére, hogy a körülményeink nehezebbek az átlagnál, a gazdatársaink felkészültek, megfelelő tapasztalatokkal rendelkeznek, olyan műszaki háttérrel rendelkeznek, hogy ezt a területet korszerűen, szakszerűen meg tudják művelni, versenyképes helyzetbe tudják magukat tartani. A termés eredményekről a szakember elmondta, a gabonafélék esetében közepes, de jó minőségű volt a kukorica, az átlagnál jobb eredményt adott. Összességében átlagos évet értek el a gazdák. A termés eredményeinket, illetően a gabonafélék döntően meghatározóak. Ezen belül ugye a őszi gabona, a beleértem az árpát, rozsot, zabot, őszi zabot, kukoricát a tavasziak közül, azt lehet elmondani, hogy a gabonafélék közül közepes termést tudtunk betakarítani nagyon jó minőségbe. A kukorica esetében az átlagnál jobb eredményt tudtunk realizálni, de még van kint kukorica, amit betakarításra vár. Várjuk a jobb időt, tehát olyan értelemben, hogy a száraz hidegbe is ugye betakarítani a kukoricát. Úgy gondolom, hogy kicsit nehézséget jelent, mert a szárítás az problémát jelent, a talajak felásztak, tehát a mozgás is nehezebb. Ennek ellenére összességében igaz, hogy még sokszor kint alszik, meg még hátra van másfél hónap. Úgy gondolom, hogy egy átlagos évet tudunk elérni ebbe az esztendőbe, és megfelelőképpen versenyképes helyzetben tudunk maradni. Ez köszönhető a gazdák szaktudásának, a kormány agrárpolitikájának, a műszaki fejlesztéseknek, az összefogásoknak, illetve annak a tapasztalatnak, ami fent áll. Megjegyezném azt, hogy a nemzetközi gazdasági helyzet a gabonafélék átlagárát tekintve a reálishoz közelít, tehát az előző évekhez képest 8-10%-kal, egyes esetekben 15%-kal jobbak. Nyilván a minőség miatt van az elsősorban. Tehát így a versenyképességünket fent tudjuk tartani. A repce és a napraforgó nem jól alakult, bár az árak jobbak, mint máskor. Így érdemes minőségi terméket előállítani, mert az az önfeltartó képességet növeli. Sajnos a repce az nem sikerült olyan szinten, hiszen legjobban károsodott a kedvezőtlen időjárások miatt. Napraforgó egy közepes termést biztosított, jobb volt a kilátás, de a szélsőségek, a betakarítás körül időjárás azért negatív irányba befolyásolta, tehát összességével summázva az évet, egy átlag évet tudunk magunk mögött, ami nagy mértékben függ attól, hogy a már említett árak azok viszonylag 8-12-15%-kal jobbak, mint máskor. Ez arra figyelmeztet bennünket, hogy a jövőben is igyekezzünk mindig minőségi terméket előállítani, hogy a piacon minőségi terméket tudjunk megjelenni, és hát a megfelelő tárolási lehetőségekkel, szerződésekkel tudjuk az önfenntartó képességet növelni, és a bővített újratermelés lehetőségét fenntartani. A szakmailag felkészült falugazdászok segítenek a gazdáknak, hogy hozzájusson ahhoz az információkhoz, amivel tovább tudnak lépni. Most online gazdafórumok vannak, ahol segítenek abban, hogy a következő unió szakaszban felkészülten tudnak a gazdák majd pályázni. Például a 90-es évektől kezdve folyamatosan töretlenül segíti a gazdálkodást, a gazdák munkáját, és ez olyan szempontból is nagyon fontos, hiszen egy óriási biztonságot jelent információ szempontjából, a mi részünkről is mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a gazdatársadalom hozzájusson azokhoz az információkhoz, az információk kielemzésével, azokhoz a stratégiai pontok kitapintásához, amivel egyes gazdatársaim tudnak tovább lépni. Erre a falugazdászok ki vannak képezve, felkészültek, online módon
nyilván meg tudjuk tartani egymással a kapcsolatot. A legutóbbi megyei agrárfórumot is már így tartottuk, gazdafórumot, ahol a gazdatársak közül több mint 300-an vettek ezen részt, és ilyen szempontból információ eljutott. A falugazdász gazdatársaim mindenben segítenek, felkészültek. Az állattenyésztés nem olyan szinten van, ahogy lehetne. Az állattenyésztés az az ágazat, ami azokon az időszakokon könnyen át tudja segíteni a gazdát, amikor csak a növénytermesztésben nincs elegendő bevétele, hiszen az állattenyésztés folyamatos termeléssel, folyamatos árbevételt jelent. Igaz, hogy a leterheltség az nagyobb, hiszen mindig munkát igényel, hétköznapokon, hétvégeken, ünnepeken is gondoskodni kell a jószágtartásról, illetve ellátásról. Az állattenyésztésben sajnos a szarvasmarha vonatkozásában a tejelőmarha állomány, illetve a tejelő szarvasmarha ágazat az a kisebb gazdáknak nem kedvez. A húsmarha tartás az nagyjából stagnál, illetve pici fejlődés tapasztalható. Egyrészt a genetikai előadás szempontjából, fajtőszetétel szempontjából, meg az export lehetőségek szempontjából. A sertés állomány nagy mértékben csökkent, az újrakezdés nem valósult meg. A baromfi tartásnak nagy hagyománya nincs itt, de a jövőben a minőségi baromfi hús előállítása fontos lesz. A baromfi tartásnak itt nagy hagyománya nincs ebben a térségben, de úgy gondolom, hogy egyik nagy lehetőség egyrészt a minőségi baromfi hús előállítás szempontjából, az igények szempontjából, másrészt meg gyorsan növekvő állomány, meg gyorsan forgó állomány, hiszen egy broiler csirke állományt évente akár 6 partiból is meg lehet tenyészteni, megfelelő fertőtlenítés mellett és zárt technológiával gazdaságosan meg lehet csinálni. Úgy gondolom, hogy az állattenyésztés állattenyésztő telepek korszerűsítésével valamiféle stabilabb lehetőséget biztosít, de nem elegendőt. Stabilabb lehetőséget biztosít a juhászat fejlesztése és a megtermelt juhús feldolgozott állapotban történő exportálása. Itt jellemző ebbe a térségbe a juhászat fejlesztése, illetve a feltétlen juhlegelők területe az igen jelentős ebbe a térségbe. A juhállomány nem éri el az eltartó képességnek a felét, tehát itt mindenképpen nagy lehetőségek vannak, de ez az kell, hogy a megtermelt juhokat mi saját magunk dolgozzuk fel, és feldolgozott állapotba exportáljuk. Tehát általánosságban a mezőgazdaságra jellemző az, hogy a feldolgozottsági szintet növelni kell. Ez a tojástól kezdve a baromfihús, a baromfivágóhíd, sertésvágóhíd, marhavágóhíd, juhvágóhíd szempontjából nagyon fontos, hiszen abban az esetben hozzáadott érték, amivel többet ér egy feldolgozott termék itt marad, és a jövedelmezőség stabilan biztosítja a lehetőségeket. A térségben fontos az infrastruktúra, útfejlesztés, az idegenforgalom szempontjából a Tiszató, a horgász, vadász és kerékpáros turizmus miatt. Idegenforgalom szempontjából nagyon fontos a megyében a Tiszató, ami olyan természetes vízfelület, ami akár a horgászturizmus, vadászturizmus, kerékpáros turizmus jelentős mértékben elősegíti. Ezeknek a turistáknak az ellátására pedig az agráriumból lehetséges a kis termelők részéről egy jelentős termékbőség. A zöldségtermesztést növelni kell mindenképpen, és hát a ellátásban nagy mértékben hozzájárul az, hogyha a turizmus növekszik, akkor az ellátást mi tudjuk biztosítani. A termál szempontjából is jelentős, akár itt a szűkebb környezetünkben, de a megyében általánosságban, az, hogy a termáturizmus is jelentősen fog tudni növekedni, és van egy olyan tendencia, hogy az Alföldnek a ilyen szempontból való előtérbe helyeződése azáltal is, hogy Budapestről sokkal lejárnak vidékre, és ez a vírusos helyzet azt is jelenti, hogy a vidéken élő emberek ugye tudnak ellátást biztosítani, új szálláshelyet biztosítani, és egyéb vonatkozásban is, ami nagyon fontos tényező, és a törekvések a megyébe erre irányulnak, és a gazdatársadalom alapos felmérésekkel rendelkezik arra vonatkozik, hogy milyen irányba érdemes fejleszteni, a lehetőségeket milyen szempontból lehet feltárni. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan jelentős, kiegészítő tevékenység valamennyiünk számára, ami nagy segítség a
a fenntarthatóság szempontjából, a családi gazdaságok megélhetése szempontjából. Az M4-es építése a gazdák támogatási javaslata alapján közelebb kerül a városhoz, ezáltal a külső térség területe kevésbé csökkent, ami Hubay Imre Csaba szerint jelentős eredmény, épp úgy, mint a Karcagot elkerülő út.